Nagy tisztelettel köszöntöm a megjelent kollégákat, érdeklődőket, és üdvözlöm az online közvetítés nézőit is. Ambrus Attila vagyok, a Pécsi Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont informatikus könyvtáros munkatársa. Az előadásom első felében a könyvtárban működő Digitália névre keresztelt elektronikus könyvtár előzményeit fogom bemutatni. Az előadás második felében pedig társ előadom, Szalai László kollégám, aki fejlesztő informatikus a könyvtárban. Ő fog arról beszélni, hogy milyen innováció zajlik jelenleg ezzel az elektronikus könyvtárral kapcsolatban. De akkor a múltra térnék rá. Bizonyára látják, ott fönt van egy jubileum 650-es logó, az egyetemünk 650. évfordulóját, alapításának 650. évfordulóját ünnepli, úgy ezzel a logóval tisztelgünk az egyetemünk előtt. A könyvtárunk digitalizációs múltja az 2002-re datálható, amikor is sikerült egy Minolta PS7000-es forgó tükrös monokrom digitalizáló berendezést szereznünk, ami itt a képen látható, és elkezdődhetett tulajdonképpen a szkennelési munka, és következő évben, 2004-ben sikerült egy 2,5 milliós támogatást nyernünk, NKI-IHM támogatást, és ezzel vállaltuk, hogy 200 000 oldalt fogunk beszkennelni, és ez nagyjából 4 hónap alatt sikerült megoldani. Így 2004. február 24-én elindulhatott a Klimotéka, ami az akkori digitális könyvtárnak a neve volt. Tehát június 30-áig elkészült 130 darab tétel, és ezek 200 000 oldalt tettek ki. Majd felkerült szeptember 21-én ez a Szigetvár története című könyv, aminek a címlapja itt látható. 2005-ig tudtuk feldolgozni a képoldalakat, és a tartalomjegyzékesítés zajlott. Végül 181 000 tétel után állt le a projekt, és a Klimotéka, hát így nézett ki, ez elég fapadosan néz ki. Akkoriban ugye ezt a technikát tudtuk csak megoldani, ez egy Perl nyelven szerkesztett felület volt, és itt igazából képoldalak lapozása történt meg, itt egy képoldalt láthatnak. Tulajdonképpen csak előre-hátra lapozni lehetett a könyvoldalakat, illetve témák, kategóriák szerint lehetett csak keresést végrehajtani benne. 2005 és 2008 között, tehát tulajdonképpen ez az alapfokú szolgáltatás, tehát csak a szkennelt képoldalakra korlátozódott. Amit említettem, a kereshetősége az csak tárgyszavakra és a szerzői betűrendre korlátozódott. Tehát nem tudtunk teljes szövegű keresést megoldani. Probléma volt még ezen kívül, hogy a felület miatt elég sok kattintással lehetett csak hozzájutni magához a tartalomhoz. Ebben az időszakban a dokumentumok hiányosságait, a különböző hibákat korrigáltuk, foltozgattuk, és hát tulajdonképpen a fizetős reprográfia, illetve az állományvédelemre korlátozott a digitalizálás. 2009-től már felvetődött egy új digitális könyvtár építésének az igénye, és hát már tudtuk, hogy 2010-re Pécs elnyeri az Európa Kulturális Fővárosa címet, és ezért egy nagyon nagy modern épületbe, a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontba költözhetünk, és hát reméltük, és joggal reméltük, hogy ehhez azért majd anyagi forrás is jönni fog. Sikerült beszereznünk a képen látható Zeitzel típusú modern szkennert, könyvszkennert. Először egyet, aztán az idők folyamán később már többet is sikerült beszereznünk. És hát itt, amit itt fölírtam, de nem olvasnám föl, ezeket tulajdonképpen ezeket a tételeket szerettük volna így megvalósítani.
2010 szeptemberében költöztünk be az új épületbe, és hát egy kicsit késtünk, de a Digitália felületére is átköltöztünk, ami már egy WordPress alapú, tehát egy WordPress blogmotor alapú elektronikus könyvtár. Nagyjából ugyanazokat a dolgokat tudja, mint amit egy blogmotortól elvárhatunk. Itt már a keresési lehetőségek már bővültek, lehetett a szerzői cím, illetve kiadási adatok, valamint különböző leírások, tehát metaadatokban keresni, valamint a tartalomjegyzék is kereshetővé vált. Ekkoriban még csak terv volt az, hogy full textes keresést is végrehajtsunk. Tulajdonképpen a Klimo TK-nak, az előző elektronikus könyvtárnak a szkennelt képoldalait javítottuk fel, és tettük át erre a blog motorra. Itt látható mondjuk egy belső oldal. Itt nagyon látszik a képernyőn, hogy hát a könyveknek az akkori monokróm, illetve fekete-fehér szkennelt változatai nem túl olvashatóak. Így sajnos mindenféle javítási technika dacára úgy láttuk, hogy ezeket a könyveket valószínűleg újra kell majd szkennelnünk, sokkal jobb minőségben és már az új szkennerrel. 2015-16-ban megalakult a könyvtárunkban a digitális tartalom szolgáltatási osztály. Itt tulajdonképpen a digitalizálás már gazdára talált, mert most egy osztály alá tartozott, és így ki tudtuk találni, illetve hát folyamatosan találjuk azóta is, hogy mindig, hogy hogyan tudnánk fejlődni. Így felvetődött már bennünk az a gondolat, hogy a könyvek és folyóiratok mellett esetleg képeket, metszeteket, különböző a Klimo könyvtárunk, egy múzeumi könyvtár, annak egy hatalmas, nagyon szép régi könyves állománya van, és hát rengeteg metszet található benne, és jó lenne, hogyha ezeket a metszeteket is feltárnák a kollégák, akik ezzel foglalkoznak, és ebbe az új digitáliába bekerülhetnének. Ezen kívül elég sok audioanyaggal is rendelkezünk, a könyvtárban különböző előadások hanganyagai, riportanyagok hanganyagai, valamint a látáskorlátozottaknak készített saját hangos könyvekkel is rendelkezünk, és úgy gondoltuk, hogy ez is beleillene egy elektronikus könyvtár keretei közé, valamint vannak videós anyagaink is szép számmal. A full text keresési lehetőséget most már nem tudtuk elodázni, úgyhogy erre kellett egy megoldást is találni, erről majd kollégám is fog majd beszélni. És ezen kívül különböző szerzett, illetve kapott könyveket különböző e-bookos formátumokban is szeretnénk megjeleníteni. Egy részüket mi magunk készítjük különböző, tehát mobi, e-pub, PDF, text, HTML formátumokat a szkennelt képek mellett, illetve hát szerencsére oktatóink is szép számmal azért adakoznak, így ezeket is fogjuk az új digitálián, ami hamarosan elindul, szolgáltatni. Ez mellett a Web2-es funkciókat is szeretnénk bevonni, tehát a felhasználóink kérhetnek könyveket digitalizálásra, illetve akár fel is ajánlhatnak. A könyvtárunkban 40 elég nagy típusú ilyen ipari fénymásoló is üzemel, ahol szkennelhetnek a hallgatók is, és hát szeretnénk begyűjteni azokat az anyagokat, amiket ők beszkenneltek, és akkor ezt is tudnánk szolgáltatni. Jó, és akkor átadnám itt a szót a kollégámnak, Lacinak, aki arról fog beszélni, hogy most mi zajlik éppen ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Szalai László vagyok, a Pécsi Tudományi Egyetem egyetemi könyvtárának egyik fejlesztő informatikusa. Ahogy Attila már említette, a korábbi digitália ugye WordPress motoron futott, annak minden előnyével és hátrányával.
Emiatt, illetve az akkori igényeknek megfelelően, ahogy Attila is említette, nem minden tartalom volt teljes egészében feldolgozva. Gyakorlatilag a műveknél a tartalomjegyzék az, ami struktúráltan került tárolásra. Az összes többi adat az a HTML technológiának megfelelően egybegyúrva került a rendszerbe. A digitália elkészültért hadd emeljem ki Attilát külön, őt illeti a dicséret. A rendszer gyakorlatilag ő fogta össze és tartotta karban. Ugye a legfontosabb feladatunknak tartottuk a WordPress korlátait átlépni, illetve szerettük volna az adat feldolgozást és tárolást olyan irányba elvinni, ami lehetővé teszi a lekérdezhetőséget, illetve keresők és más rendszerek számára a hozzáférhetőséget. A rendszernek a karbantartását ugye Attila végezte, ő ugyan még nagyon messze áll a nyugdíjtól, de szeretnénk volna egy jobban rendszerközpontú megoldást kialakítani. Egy létező webes szolgáltatás újragondolása kapcsán az egyik, ha nem a legfontosabb feladat az, hogy megőrizzük a élő linkeknek a további fennmaradását. Gyakorlatilag arról van szó, hogy a régi digitáliás URL-eket, amik nem feltétlenül voltak felhasználó barátok, ezeket szerettük volna átalakítani olyanná, hogy az emberek is viszonylag könnyebben meg tudják jegyezni. Ezt mi egy URL mapper nevű megoldással tudjuk biztosítani. Erről, hogyha lesz még idő az előadás végén, akkor nagyon szívesen beszélek. Ugye ezek az URL-ek semmit nem érnek, hogyha nincs mögöttük tartalom. Az Attila által említett művek migrációjára is sor kerül. Itt 100-nál is több komplett műről, illetve egyéb bejegyzésről van szó az előző digitália kapcsán. A tartalomjegyzékek XML és TXT formátumban vannak a régi digitáliában. Ezek természetesen konverzióra kerülnek az új adattárolási szerkezetben az új rendszer kapcsán. Szerettük volna megoldani a jelenlegi többnyire szöveges állomány mellett új formátumoknak a tárolását, illetve szolgáltatását is. Erről majd a későbbén szeretnék beszélni. Informatikusként a felmerült további elvárásként a rendszerrel szemben, hogy lehetőség szerint integrálásra kerüljön a könyvtári többi rendszerrel kapcsolatban. A nálunk nagyon jól működő RDAP rendszerünkből történik az autentikáció, ebben egyébként nagyon jól állunk, gyakorlatilag az összes egyetemi könyvtári rendszer ezt a szolgáltatást használja az autentikálásra. A digitália kialakítása kapcsán ugye a rendszerek összekötésénél az esetenként két irányú kapcsolat előállítása is nagyon fontos hangsúlyt kapott, erre is majd visszatérnék. Informatikus kollégáim élen járnak az adatok megőrzésében, az új digitália számára biztosított megoldásban szalagra történik a mentés, természetesen a szolgáltatás az nem szalagról történik. A nagy mennyiségű adat feldolgozását előre megírt lépésekkel, automatizmusokkal, előtöltésekkel, szótárak hadával tudjuk emberi léptékűvé redukálni. Ezen a dián két képernyőment is láthatnak. Nem tudom mennyire látszik, de látszik. Az egyes formátumokat különböző sablonokkal tudjuk feldolgozni. Itt a bal alsó sarokban egy audioanyagnak, a jobb felsőben pedig egy szkennelt OCR-ezett tartalom típusnak a feldolgozásának egy-egy lépését láthatják. Tehát gyakorlatilag az előző diával áttértünk a megoldásokra, hiszen elkészült egy olyan rendszer, ami a feladatokra fókuszálva gyakorlatilag a művek feldolgozásától kezdve azok publikálásán keresztül az archiválásig minden munka folyamat lépésre megoldást nyújt.
integrálásra került az Elasticsearch keresőmotorja, amivel a találatok között már ajánló típusú tartalmakat is, találatokat tudunk biztosítani. Ez gyakorlatilag egy apró lépés a szemantikus web irányába részünkről. Igen, tehát a backoffice felület mellé természetesen, vagy elé gyakorlatilag készül egy új publikus felület, amiről most még csak előzetes képernyőket fogok tudni önöknek mutatni, viszont ezekben már valós tartalom található. A nyitó oldalon egy gyors keresőt, kategória szerinti szűrőket, az újdonságok listáját, illetve egyéb a navigációt megkönnyítő elemeket találhatunk. Most nézem, hogy lemaradt egy gomb, amiről Attila említést tett, és én is fontosnak tartottam volna kiemelni. Gyakorlatilag ezen a felületen lehet indítani a digitalizálási kéréseket, tehát azokat a műveket, amik jogosultsági szempontból nem problémások, azokat minden további nélkül lehet az osztálytól igényelni, hogy kerüljenek digitalizálásra. Jó, ezen a dián egy formátum áttekintő képernyőjét láthatják. Gyakorlatilag a legfőbb adatokon kívül a bal alsó sarokban látható linkek segítségével az összes elérhető formátumot egy kattintás közelségébe hozzuk az embereknek. Ezek a formátumok nagyrészt integrálásra is kerülnek a digitália felületére, mint ahogy ezen a dián is látható. Ez egy beágyazott YouTube videó. Természetesen a beágyazás mellett, ahol lehetőség és mód van rá, ott feltüntetjük az eredeti hivatkozást. Igen, tehát a digitália legfőbb tartalomtípusa az általunk szkennelt és OCR-ezett saját műveinknek a garmadája. Ennek a bemutatására, illetve az elérhetőségre egy saját lapozót fejlesztettünk. Ez a megjelenítésen kívül a kereséstől kezdve a tartalomjegyzékben való navigáláson keresztül a találatok jelzéséig gyakorlatilag minden fontos funkciót tartalmaz, illetve ezen a felületen keresztül lehet elérni azokat a közösségi funkciókat is, mint például az örökbefogadás, ami gyakorlatilag egy online hibajavítást jelent, tehát aki kedvet érez az OCR hibák javítására, az örökbefogadhat akár egy oldal, de akár egy komplett művet is. Ezen az utolsó dián azokat a technológiákat szerettem volna felsorolni, amiket használtunk a rendszer elkészítéséhez. A könyvtároson kívül az összes többi alapszintű ismereteket igényel gyakorlatilag. Ebből is látszik, hogy ezek ugyan nem kezdetleges eszközök, de nagyon egyszerűen használhatók, és ezeknek a használatával egy ilyen nagy és komoly rendszert is elő lehet állítani, mint amilyen a mi digitáliánk lesz. Nagyon szépen köszönöm, illetve Attilát még várjuk meg, egy rövid összefoglalót tartana. Igen, ugye ami most már lassan szlogen lesz, hogy hol tartunk most. Ott tartunk, hogy a közmunkaprogramban részt vesz a könyvtárunk, és ez egy nagyon nagy segítség, mert ugyanis akkor nem a főállású könyvtárosainkat kell szkennelésre biztatnunk, hanem vannak állandó szerződött közmunkásaink, akik nagyon szép munkát végeznek, és a háttérben igen, igen sok anyagot szkennelnek be. És hát László kollégám, mivel engem dicsért, most én visszadicsérem, ugye a teljes fejlesztés az ő műve, és most ott tartunk jelenleg, hogy 2017 első felében már biztos, hogy elindulunk az elektronikus könyvtárral, úgyhogy reméljük, hogy önöket is, minél többüket majd látjuk az olvasóink között. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen!